Sziasztok, ezt a belemenés a házba lesz a kézilabda oldal podcast, engem Víg Martinak hívnak a kis nyelvtörő után. Ma Eperjesi Tiborral és Sellei Zoltánnal fogunk beszélgetni, mégpedig egy igen aktuális témáról, a női válogatott olimpiai keretéről. Ugye nemrég nevezte meg Elek Gábor a bőkeretet, mi pedig úgy gondoltuk, hogy kis gondolatkísérlet szintjén eljátszunk azzal, hogy mi melyik 14 plusz 1 játékost neveznénk be. Annyi kulisszatitkot még elállunk, hogy nem egyeztetjük le előre a csapatokat, tehát itt fogunk találkozni a másik véleményével. Úgyhogy talán ez kölcsönöz majd egy plusz izgalmat az adásnak. Először is felolvasnám a keretet. Ugye kapuban Bíró Blanka, Januri King vagy Szikora Melinda, jobb szélen Kovács Anett és Lukács Viktória, jobb átlövőben Kis Nikolett, Tomori Zsuzsan és Kluivert Katrin, irányítókat tekintve Kovacsics Anikó, Szucsánszki Zita és Vámos Petra, beállóban Bordás Réka, Hellenbaj Fanni, Kisfaludi Anett és Tóthizi Petra, balátlövőben Háfra Noémi, Szőlősi Zács és Szandra, balszélen pedig Márton Gréta és Sacon Nadin, került be Elek Gábor keretébe. Ugye az első dolog, ami feltűnhet, hogy Szekeres Klára nincsen, pedig ugye ő azért az elmúlt években stabil válogatott játékos volt. Elek Gábor ennek kapcsán ugye nyilatkozott is, elmondta, hogy a 14 plusz 1 fős olimpiai keret nagyon-nagyon szűkös lehetőséget biztosít az edzőknek, így nem igazán fér bele egy olyan játékosnak a nevezése, aki csak védekezik, és tekintve Szekeres Klára ugye édesanyja, nem akarta a szövetségi kapitány egy feleslegesen végigcsinálni egy ilyen hosszú nyári felkészülést, hanem ehelyett pihenhet és készülhet a klubszezonra. Egyébként szerintem ez így ezzel az indoklással egy nagyon-nagyon korrekt döntés, szakmailag és emberileg is. Ti mit gondoltok erről? Szerintem is egyébként, erről már beszélgettünk amúgy, hogy ez egy nagyon korrekt döntés, annak fényében egyébként, hogy ez a keret ugye eleve nagyon szűkös, ugye 14 plusz 1, 15, és hát nem nagyon fér bele csak védekezni tudó játékos. És hát ha visszagondolunk az elmúlt időkre, akkor a Szekeres Klára nem is kapott annyi lehetőséget, mint korábban szerintem. Az Európa-bajnokságon volt, hogy azt hiszem keretben sem volt, vagy nem is lépett pályára. Szóval ennek fényében abszolút korrekt, hogy nem csináltatja vele végeleg Gábor a felkészülés, hogy azt mondja, hogy hát bocsi, mégsem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés, nyilvánvalóan fájó döntés, de hát ezt majd később a folyamán nézhetjük, hogy valószínűleg ahány ember, annyiféle 15 játékos szeretnének vinni az olimpiára, de hát ugye egy ember dönt, vagy hát egy szakmai stáb dönt, úgyhogy én ezt jó döntésnek gondolom. Magam részéről én is korrekt döntésnek gondolom ezt. Megterhelő egy egész szezon, főleg egy ilyen Covid-dal sújtott szezon, és hát nem tudom, 2 hete fejeződött be a bajnokság, talán még meccseket még a múlt hét végén is láttunk, és június közepén már indul is az olimpiai felkészülés. Itt regenerációra kevés idő maradt, főleg bizonyos játékosoknál, akik mondjuk még a még tegyük föl múlt héten a Győr még játszott, de ugye a Ferencváros az utolsó mérkőzését azt hiszem, hogy 3 hete játszotta, tehát ők már most ugye szabadságon vannak. Én azt gondolom, hogy a Szekeres Klárának a kihagyása főleg ilyen indokokkal teljesen reális. És egyébként ugye egy fontos kérdés van még így, mielőtt átérnénk a posztonként a kerette. Itt nagyon adja magát egyébként egy közelmúltbéli analógia, ugye Szoboszlai Dominiknak az esete, aki ugye kimaradt a foci válogatott elvére készülő keretéből, mert nem került olyan állapotba, ugye ott is Márko Rosszi nagyon tisztán kommunikált erről, elmondta, hogy Szoboszlai csatlakozik a csapathoz, megnézik, hogy mit bír, milyen állapotban van, és ha nem lesz olyan állapotban, akkor nem fogják a keretbe nevezni, és ez is történt. Ugye itt két játékosnak a sérülése kapcsán is felmerülhetnek a kérdés, hogy a Zácsi Szandra nemrégiben megsérült, de ott ugye 2-3 hetes kihagyásról hallani, illetve hát erről szóltak a hírek, úgyhogy talán ott nem lesz gond az olimpiát tekintve, de Kovacsics Anikó ugye hónapok óta nem játszik, a sérülése elég súlyos, azt mondják, hogy mostanában kezdhet majd el igazán érdemben mozogni, szóval annak ellenére, hogy a magyar kézilabdázás elmúlt egy évtizedének egyik ikonjáról beszélek, egy olyan játékosra, akit szerintem mindenki szeret, egy ilyen konszenzusos szeméről, pedig ugye sok mindenen vitatkozunk, mi kézilabda szurkolók, de az ő megítélésén nem nagyon. Hát de mégis azért fölmerül a kérdés, hogy érdemes-e kockáztatni egyrészt neki is, hogy esetleg rásérül, másrészt pedig egy ilyen szűk keretbe benevezni, ha nincs 100%-os állapotban.
Először is azt kell elfogadnunk, hogy minden játékos álma az olimpia, ebben meg egészen biztos vagyok, szóval itt azért, ha megkérdezzük, kivel labdarúgás, hogy a labdarúgás az komolytalan, komolytalan verseny, de ha megkérdezzük bármely labdajátékos, bármely küzdősportos, bárkit, akkor azt fogja mondani, hogy az olimpia a legfontosabb, és abban is egyetértünk abszolút, amit Martin említett, hogy egy abszolút, vagy olyan játékosról beszélünk, akinek a helye a válogatottban, illetve a személyisége meghatározó és megkerülhetetlen. Ugyanakkor ugye itt van ez a sérülés, és pontosan arról beszélgettünk, hogy ugye 14 plusz 1, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon szűk keret, és nyilvánvalóan én úgy gondolom minden esetben, és mindig el is mondom, hogy a csapat érdeke a legfontosabb, és ha a csapatban nem tud... ehhez a csapathoz nem tud hozzátenni szegény Anikó, akkor úgy gondolom nem érdemes kivinni az olimpiára. Ugye ez egy nagyon-nagyon szubjektív dolog egyébként, mert kidönti el természetesen, hogy milyen állapotban van, ugye csak a szakmai stáb tudja eldönteni, de az, hogy, mert, hogy milyen állapotú a sérülő, és az, hogy milyen formában van, azt nem fogok tudni, azt nagyjából az olimpiai mérkőzéseken derülhetne ki, ha egyáltalán pályára léphetne. De mivel annyira sok a ha, az én keretemben például nem fér be most jelen esetben, mert nem látom, nem látok, lehet, hogy én nem figyeltem, nem látok már edzés közbeni képeket, vagy sztorikat, vagy videókat, hogy ő nagyon kész. Ugye most van június 10-e, az olimpiai felkészülés hamarosan kezdődik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez esetben majd nagyon kemény döntést kell meghozni, ha nem lesz 100%-os állapotban, mert úgy gondolom, hogy tehát ebben a keretben senki nem fér bele, aki nem 100%-os, mert egyszerűen nem engedhetjük meg azt a luxus szerintem, hogy olyan játékosokat vigyünk, akik vagy játszhatnak, vagy nem. Szóval ennél azért biztosabb kell, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha olyan állapotban lesz, akkor biztos, hogy a keretbe rakja el Gábor, de ha bármi kétel felmerül, hogy nem tud játszani, illetve ugye a legfontosabb, hogy még rá is sérülhet, ugye ezért ott van a következő év, ott van a Bajnokok Ligája, ott van a Ferencváros, ott van az egész karrier. Hogyha most erre még rásérül, és hónapokat még kihagy, akkor az sem jó egyébként. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy úgy fog el Gábor, ez a szakmaiság meghozó döntés, hogy az a játékosnak, a csapatnak, de remélhetőleg főleg a csapatnak jó legyen. Nálam, Anikó az jelenlegi formájában is a magyar válogatott egyik biztos tagja lenne. És egyetértek veletek abban, hogy viszont a kockáztatást nem szabad vállalni. Itt az orvosok fogják megmondani, hogy alkalmas-e ő arra, hogy ezt a nehéz terhelést meccsenként a 40-50 percet le tudja játszani majd. Illetve hát ugye ez egy erőltetett menet, és fizikálisan is ott kell lenni sajnos. És így sérülés után, és itt visszacsatolnék az Áncsik Szandira is. Én azt gondolom, hogy az ő esetében is egy fizikális felkészültségi nehézségekkel küzdhetnek majd. Úgyhogy egyébként nálam mind a ketten fognak szerepelni a csapatban, de én feltételezem, hogy ők ezt a felkészülést végig tudják csinálni, el tudják kezdeni és végig tudják csinálni. Nyilván az orvosok fogják megmondani majd később évben, hogy széna vagy szalma. Egyébként a legfontosabb, amit Martin említett egyébként, ugye Szoboszlai azért egy most már magyar válogatott ikonnak számít egyébként, és ha az ő esetben egy olyan keret, nem tudom hányan, nem nézem, utána 22-es keret van az EB-re, nem tudom, megmondom őszintén, de elég bő keret van. 23-as, ha jól tudom. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy egy plusz fő lehet, ugye, hanem ott azért tulajdonképpen minden posztra van két játékos, és ha egy ilyen keretben azt mondja Rossi egy Európa-bajnokság kapcsán, hogy ha nem egészséges, akkor nem visszük ki, akkor úgy gondolom, hogy egyébként egy sokkal szűkebb keretben, ha nem biztos, akkor ugyanúgy nem szabad kivinni egyébként, mert ezzel csak egyrészt öngólokat lövünk, mind a játékosnak, mind a szakmai stábnak, mind a csapatnak, másrészt pedig nem lehet ezt jól kommunikálni, hogyha kiviszik Anikót, és mondjuk nem játszik, vagy éppen az ötödik percre rásérül a sérülésére, mert akkor aztán tényleg nagy baj van olyan szempontból, hogy akkor viszont felvetődik a kérdés, hogy miért nem vittünk egészséges játékost. Én nagyon drukkolok Anikónak, hogy ez összejöjjön, nagyon drukkolok, hogy lássam, hogy valóban jó formában van, illetve olyan formában van, amiben kell, hogy legyen, illetve természetesen sérülés függő, de én úgy gondolom, egyébként a Rosszit is sokan támadták, pedig szerintem ez egy
ez egy rendkívül jó szakmai döntés. Egyszerűen nem fér bele, hogy sérült játékosokat vigyünk ki világversenyekre, ha nem nincsenek megfelelő állapotban. És ugye ezt a Tibi is említette, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon szoros menet egyébként, tehát a regeneráció, hogyha nem nagyon van idő, mert meccsről meccsre mennek tulajdonképpen a játékosok, és hát mondom, én csak reménykedni tudok, hogy ez rendben jön, és láthatjuk, hogy teljes mértékben rendben jön, de lehet, hogy egy nagyon kemény döntés kell meghozni, amely nyilvánvalóan szintén konfliktusokat, illetve felháborodást fog kiváltani szerintem a szurkolók körében, ha ez így lesz. Abszolút, én is így gondolom, de akkor térjünk is rá a keretre posztonként. Ugye a kapuban Bíró Blanka, Januli Kinga és Szikora Melinda került be a bő keretbe, ugye itt az első kérdés az, hogy ti kettő vagy három kapussal mennétek, ugye emlékeztetik egyébként 2019-ben a Japánban rendezett VB-re ugye Kim lesz hozzá három kapus nevezett, és azzal indokolt akkor, hogy ugye a nagy távolság miatt, hogyha gond van, akkor nehéz lenne kiutaztatni még egy kapust Magyarországról. Úgyhogy itt ez az első kérdés, a másik meg nyilván az, hogy ha a kettő, akkor melyik lenne az a két kapus. Nálam egyébként három kapus lenne, de úgyhogy az egyik ők tartalék, és Bíró Szikora lenne a standard páros, és amúgy lenne a tartalék. Akkor mondom én. Nálam is három kapus van, pontosan ebből az abból kifolyólag. Ami szintén nagyon nehéz kérdés egyébként, szóval ez úgy gondolom, hogy ez is egy 50-50 döntés lesz valószínűleg, hogy három vagy két kapus, legalábbis én így gondolom. Rengeteg szurkoló, rengeteg fórum hozzászóló eljátszott a gondolatot, és szinte kivételen nélkül mindenhol két kapus láttam. De mi van, hogyha az egyik mondjuk megsérül, ugye, vagy éppen kék lapot kap, bármi történhet ugye a kézilabdázásban, akkor marad egy kapus, aki szintén megsérülhet, tehát plusz még akkor nem beszélünk formanyatlásról, úgyhogy én három kapussal mennék ki, úgyhogy az egyik tartalék. Egyébként nálam Bíró az elsődleges, Janulik és Szikora 50-50, de mivel Melinda azért mostában többet is játszott, szerintem így inkább ő felé hajlok én jelen esetben, de, és akkor Janulik lenne nálam a tartalék, de szerintem Bíró, Blanka pozíciója és... Én úgy gondolom, hogy ki is lehet mondani, szerintem, hogy ő lesz az első számú kapus az olimpián. Nem tudom, ti ezt hogy látjátok. Én is így gondolom. Az én keretem az két kapus tartalmaz. És na! Én a másik oldalt képviselem. Bíró Janurik párossal utaznék. Tehát Bíró Janurik. Egyébként viszont nálad Janurik Kinga mellett, mondjuk Szikora Melindával szemben. Én azt gondolom, hogy a Siófok szezonja, még úgyis az EHF kupában az elődöntőt sikerrel vívták meg. Azért a magyar bajnokságban számos kellemetlenség érte őket. Kapusposzton sem láttuk azokat a biztató jeleket, amik Szikora mellett szólnának. Úgyhogy én inkább a Fradi párossal mennék. Rendben, akkor egyébként ez tök jó, mert ugye elmondtuk az elején, hogy nem beszéltünk össze, tehát nem tudjuk, hogy ki milyen a másiknak a kerete, de én pont azért vinném Szikorát, mivel ugye Bíró felépülése után én úgy gondolom, hogy egyébként túl sokat játszott, tehát Janurik, amíg a Bíró Blanka sérült volt, szerintem nagyon jó és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, de miután Bíró Blanka ott volt, szerintem 90%-ban végigjátszott a mérkőzéseket, és éppen azért, hogy Janurik Kinga nincs annyira nem is formában játékban, mint Szikora Melinda, úgyhogy mert ugye azt nézzük egyébként, tudom, hogy ilyen szempontok nem fontosak most, úgymond, de azért mégis ott van, hogy akkor elkezdtük a kapusokkal, 2x2 fradista, már pedig valószínűleg így lesz, tehát én ha tippelhetnék, hogy Janurik vagy Szikora megy, akkor én szerintem Janurik fog menni. Szívesen választanék én a Győrből, de ott nincs. A kevés választani, de én úgy gondolom, hogy én Szikora mellett tenném most le a voksot, úgyhogy, de csak azért, mert hogy Janurik Kinga, Bíró Blanka visszatérte után kevesebb játékidőt kapott, tehát ugye itt is arról van szó, hogy nüansznyi talán, és ugye itt is természetesen forma kérdése, Bíró Blanka első számú kapus, de mögötte igazából tényleg szerintem 50-50 akár pénzfeldobásra is lenne dönteni, mert két kiváló kapusról van szó egyébként, szóval nem arról van szó, hogy Bíró Blanka után egy nagy űr van, és aztán úristen kit vigyünk ki még ott statisztikát írni, hanem azért két rendkívül jó kapusról van szó, akik már évek óta többször bemutatták, hogy miért van ott a helyük, úgyhogy
A kapus gondunk szerintem nem lesz az olimpián, maradjunk annyiban. Rendben, mehetünk is tovább. Itt a szövetség honlapján a sorrendben a jobb szél következik, ugye Kovács Anett és Lukács Viktória, megint jön két kérdés. Ugye az egyik, hogy Kovács Anettel szemben ugye Faluvégi Dorottya szerepeltetése miért maradhatott el, mert ugye azért Csiba az elmúlt időszakban jó formában volt, ugye Győrben többször volt egyébként a kezdő jobb szélső is, de eleggel Kovács Anettnek szavazott bizalmat, illetve Lukács Viktória. Azt gondolom egyébként, és akkor meg is nyitom itt a vitát ezzel, én azt gondolom, hogy ez lesz az egyik poszt, ahol beáldozunk egy embert, és egy jobb szélsővel fogunk menni, Lukács Viktóriával, és vész esetén Kulder Katrin fog még kimenni a jobb szélre. Hát nálam két jobb szélső van egyébként, és visszatérve erre az örökös dilemmára, legalábbis mostanában örökös dilemmára, ugye legutóbb, amikor a selejtező kapcsán felmerült, hogy Kovács Anett vagy Csibe szerepeljen, akkor én határozottan állítottam, hogy szerintem Kovács Anett jobb formában van, és jogosan van ott helye. Én szerintem most is jogosan van ott helye, az viszont tény, hogy Csibe azért formajavuláson ment keresztül, és azért szórta a gólokat rendesen, ugye szerintem 90 góllal zárta végül is a bajnokságot. Én úgy gondolom amúgy, hogy sem Lukács, sem Csibe nem védekezik jól, és náluk talán jobban védekezik Kovács Anett, és ez lehet egy szempont. Úgyhogy szerintem ez dönthetett, illetve hát ezt mindig hozzá kell tenni. Sajnos szerencsére nem tudom, hogy ugye Fradiról van szó, és a Fradi szisztémában szereplő játékosok ugye előnyt élveznek most jelen esetben, ezt kár lenne tagadni. Úgyhogy szerintem, én úgy gondolom egyébként, hogy a Kovács Anett Lukács Vica páros jó, és én mind a kettő szélsőt vinném egyébként. Pontosan azért, mert egyrészt szerintem az olimpia, ahogy mondta Marti, esélyes, hogy Klüber Katrin lemegy jobb szélre, de ne egy olimpián kezdjük már új posztokat gyakoroltatni játékosokkal, csak mert éppen hiány van, és ennek számomra egyébként ugye Lukács... Bocsánat, egyébként azért Klübernél nem új poszt lenne ez. Hát ő évek persze, értem, hogy mondasz, persze, de Lukács Vica formája viszont számomra nem annyira biztató, hogy egyedül meg képes lenne megbírkozni ezzel a feladattal, a védekezése sem az igazi, úgyhogy én két több szélsőt vinnék egyébként. Bár ez is nehéz döntés, mint ahogy mondtad, mert itt is ugye sokan azt mondják, hogy valószínűleg Kovács Anett fog kimaradni, és itt csak egy jobb szélsőt viszünk, és Klüber Katrin lesz a célen, de nem vagyok benne biztos, hogy így lesz. Jó, én úgy gondolom, hogy a Faluvégi egy érdekes kérdés. Nem került be a bőkeretbe, én nem is számoltam el, de egy zárójelbe beírtam magamnak. Én itt csinálnám meg azt, hogy vinném a két jobb szélsőt, de az egyik a tartalék lesz. Lukáccsal indulnék, és Anett lesz az én tartalékom, a 15. játékos. Persze, nála ugye két kapus volt, igen, emlékszem. Ez sem egy elvetendő gondolat egyébként. Abszolút. Ugye akkor mehetünk tovább mondjuk a másik széllel, ugye Sacöl Nadin és Márton Gréta. Itt is azért benne van, szerintem a két játékos nem kérdőjelezni meg senki, bár ugye Fodor Csengét fel lehet vetni, de ez a Sacöl Márton páros, ez jónak tűnik. Itt is ugye az a kérdés, hogy lesz-e két specialista, mert talán azért úgy gondolkodhatnak az edzők, hogy a szélen lehet spórolni, mert ugye a bal szélre pedig valamelyik irányító tud lemenni vész esetén, hogyha van Kovács Anikó, akkor ugye ő azért játszott is éveket azon a poszton. Szóval itt is kérdés az, hogy hány játékos. Ha kettő, akkor itt viszont megvan a párosunk. Hát nálam egyébként Márton az első számú szélső mostanában egyébként. Amióta bejelentették ezt a Fradiból való Győrbe elmenetet, és azonnal én azóta nem látom, valamiért nem látom annyira magabiztosnak, hogy ez be az is benne, vagy kevesebbet játszik, illetve de úgy látom, hogy a formája alapján abszolút Márton Gréta nálam az első számú szélső, hogy én is két játékos finnék erre a posztra, fenntartva azt is, hogy az se lenne akkora probléma szerintem, ha csak egyet vinnének, de ugye Fodor Csengét szokták itt minden fórumon említeni, én Fodor Csengét abszolút, tehát aki látta a Final Four-on, volt egy-két szép gólya, de igazából rengeteg hiba, és őnek szerintem van még ideje.
jó helyen van, sokat fog fejlődni, sokat fog még elcsendni, biztos vagyok benne, de én most nem raknám oda. Én szerintem ez a két balszélső a legjobb balszélső most Magyarországon. Zoli, egyetértek a Csengét. Annyi van, hogy én a Csengében már többet látok szerintem, mint ti. De valószínűleg még ez a kettő játékos, aki itt a bőkeletben van, előtte van. Én viszont ezt a posztot áldoznám be, és itt vinnék egy játékost, a Grétit. Egyébként a Nadát kihagynád? Bezion, ugyanis az utóbbi időszakban én az ő formáján éreztem a gyengeséget itt a keretben leginkább, amikor számos olyan mérkőzésről, amikor ő szerintem gyengébben muzsikált. Itt játszanám meg azt, hogy idehozok egy főt, viszont majd később mondom, hogy hogyan fogom én ezt pótolni. A visszatérőként abszolút igazat adok abban, hogy Fodor Csengében szerintem rendkívüli potenciál van egyébként, és számomra pont aggasztó pont az, hogy pont az ő posztjára hoznak egy olyan játékos, aki nem egy görbicenet, aki már úgymond csúnyán fogalmaz, levezet azon a pozíción, és ugye, mit tudom, 80-20-at játszanak, hanem ezért szerintem Sacsonadi lesz az első számú szélső, legalábbis én így gondolom logikusnak, hogy azért vitték oda, különben nem egy ilyen klasszis balszélsőt vittek volna, de a potenciál abszolút benne van, szóval szerintem a jövőben is így lesz, hogy ők hármajuk közül fog kikerülni mindig a két szélső, legalábbis most hirtelen nem látok még nagyon feltörekvő balszélsőket, vannak nyilván tehetségek, de ők hárman szerintem abszolút befolyásoló. Tehát a következő évek magyar kézlabda válogatottjának, aki a balszélsői, hogyha szóba kerülnek, akkor szerintem Márton, Sacsonadi és Fodor Csenge lesz, úgyhogy én kettőt vinnék, de már ugye négy szélső van, úgyhogy kíváncsi vagyok a következő posztra. Bizony, a következő poszt akkor legyen mondjuk a jobb átlövő. Itt ugye Kisniki, Kluber, Kaszné és Tomori Zsuzsa van bent, ugye mindhármuk mellett azért szólnak érvek, ugye Kisniki az, aki talán leginkább ezt a klasszikus átlövő játékot tudja hozni, illetve azért védekezésben is használható. Kluber Katrin nyilván az első számú a poszton, azzal a kitétellel, hogy azért tőle a válogatottban eddig nagyon egyértelműen maradt el a kiemelkedő teljesítmény, tehát ő mintha azért mentálisan nem mindig bírná el a válogatottnak a terhét, és Tomori Zsuzsa lehet egyébként még így a rutinos Joey Joker, hiszen ő ugye védekezésben is egy nagyon hasznos játékos, támadásban pedig akár mindkét oldalon bevethet, ugye az utóbbi években már főleg jobb átlövőként láthattuk, de most a Siófokban tavasszal sokat játszott balátlövőként is a szükség miatt. Úgyhogy itt is a három játékosból az is elkezdett egyébként, hogy mind a hármójukat visszük, de talán inkább a két főre mutatkozik nagyobb esély. Itt rögtön felhoznám azt, aki nincs ott, ugye, Kovács Anna nevét nagyon-nagyon sokan hiányolják a listáról. Én nem vagyok közöttük egyébként, pontosan azért, mert hiába termelte a gólokat, de azt meg kell nézni, hogy hány lövésbe érte ezeket a gólokat, és milyen hibák voltak mellette, plusz azért nála sajnos hozzá kell tenni, hogy amikor megkapta a lehetőséget a válogatottban, akkor nem ért vele. Hazatenném, szerintem Kluber Katrinnal is ugyanaz a helyzet amúgy, tehát a válogatottban még nem tudta azt nyújtani, mint a Ferencvárosban, pedig a közeg az szinte ugyanaz, az edző ugyanaz. Úgyhogy itt ugye megint csak több kérdés van, ugye, hogy ugye Zácsik Szandra sérülése mennyire jön rendbe, valószínűleg az övé az teljesen rendbe jön. Ugye Tomori Zsuzsi, ő volt ott talán egyedülként, aztán a legutolsó olimpián, amikor kint volt a magyar válogatott, és ugye azért hozzátenem, hogy ő hármas félidőben is tud játszani, úgyhogy ott a Kluber Katrint én beraknám pontosan azért is, hogyha esetleg mégiscsak kettő vagy egy szélsőt vinnénk jobb oldalra, akkor valóban ott lehet a helye, de én ezt nem támogatnám egyébként, és akkor szerint, de akkor viszont klasszikus jobb átlövő nélkül mennénk, ugye, mert amit Martin is említett, Kisniki talán a legklasszikusabb ebben az értelemben, ugye Tomori Zsuzsi jobbkezes jobb átlövő, aki óriási rutinos róka, mondjuk így, plusz ugye hármas is tud védekezni, Kluber Katrin viszont biztos, hogy cserélni kell támadás védekezésbe, és ezért minden kézabda szurkoló számára tök világos, hogy a jobb átlövőkkel szemben vannak a világ legjobb balátlövői normális esetben, akik ugye 1.80 körül kezdődnek, és ugye a legjobb játékosokat teszik, ugye a király pozíciónak is szokták nevezni, és oda mindenféleképpen olyan játékos kell, aki kettesben abszolút
bevethető, és klubek ott nem ilyen, és ugye itt még nem, nincs is az, mint párszor a férfiak esetében, hogy akkor jobb szélső, bal szélső csere, hanem itt azért, mert a jobb szélső sem védekező specialisták sajnos, úgyhogy ez nagyon, ugye klubek ott helyét én nem kérdőjelezném meg, és viszont akkor ugye Tomarira szavaznék én, azért, mert hármas védőt is tud játszani, de itt ide tettem a kérdést, szóval nálam ők abszolút 50-50, de a rutin és a hármas védekezési pozíció miatt én Tomorira szavaznék jelen esetben most, és akkor klasszikus jobb átlövő nélkül mennénk jelen esetben. Egyébként arról mit gondoltok, mert ugye említetted, hogy Kuibert cserélni kell, és hát ez valóban így van, tehát azért kettesként, ha ő kettesként fönnmarad, akkor oda járnak Boltonni, tehát ez sajnos így van, ugye nem tudom, emlékeztek az EB-n a holland meccs volt az, ahol a Kuibert kettest védekezett, és ahogy ezt észrevették a hollandok, gyakorlatilag folyamatosan oda jártak Boltonni, de tényleg így 6-8 akció egymás után. De el tudtok képzelni egyébként vele valami nyitott formációt? Mert azért itt van idő a felkészülésben, és láthattunk már erre utaló kísérleteket, akár a válogatottban, és akár a Ferencvárosban is. Mennyire lenne mondjuk muszáj nagy kockázat? Muszáj ezt kiaknázni a keretben lévő mélységet, hogy úgy mondjam. Tehát én nem tartom azt kizártnak, ugye egy jobb szélsőt küldtem meg egy tartalékot, én nem tartom azt kizártnak, hogy nem kell ahhoz nagyon nagy csodának történni, hogy 10-20 perceket úgy játszon a Keti, szélen, hogy akkor szélen védekezik. Hogy a védekezésből is vegye ki a részét ott a szélső pozícióba, ahol talán nincs akkora nyomás, talán nem a király kategóriás lövők jönnek vele szembe. Ez az én véleményem, és akkor elmondom, én mind a három jobbkezest itt ebből a pozícióból nem hagynék itthon. Balkezest? Bocsánat, balkezest nem hagynék itthon, elnézést, ezt rosszul mondtam. Tomori Zsuzsit mindenképpen elől-hátul kulcsfigurának gondolom. Még akkor is, hogyha már az a fajta lövőerő, az a fajta technika, az a fajta játék, amit mi tőle igazán szerettünk, az már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a múltba vész. Viszont ennek a magyar válogatottnak viszont a leguniverzálisabb játékosa, és azért még mai napig tud súrni a keze elől is, illetve hátul hármas és kettes gyönyörű szépen elvédekezik, de nagyon jó, hogyha inkább a hármasba gondolunk rá. És igazából itt gondolnám azt, hogy itt én mind a három szereplőt viszem az én keretembe. És Kovács Anna egyébként? Vagy ti hogy látjátok az ő helyzetét? Mert ugye itt forrong az internet. Én ebben egyébként egyetértek vele, tehát én Kovács Anna szkeptikus vagyok szintén. Főleg amiatt, mert azért láttuk őt többször világversenyt, és azért egyszer sem nyújtott kiemelkedőt, meg amiatt is, mert azért jó, persze rengeteg gólt lő, ez tény és való, és nagyon-nagyon jól játszik, de azért, hogyha megnézitek mondjuk a lövő statisztikáját, tehát ott olyanokat találunk, hogy mondjuk 16-ból 10, meg 19-ből 12, tehát egy válogatott meccsen nem fog beleférni, hogy ő ennyit próbálkozzon. Érte 23-10 volt, azt hiszem, a Fradi vagy a Győr ellen pont. Egyébként azért nekem nagyon szimpatikus a játéka, mert ugye ő sem annyira klasszikus, nem az a nagy hóri-horgas lövő, de mondom, én akik ja, úgy mondom, akik bekövetelik a válogatottba, szerintem elfelejtették, vagy nem látták a korábbi meccseket sajnos, illetve ugye lehet mondani, hogy jaj, hát akkor megint fordista került, de pedig erről szó sincs, én is úgy gondolom, hogy, és ugye meg se kérdeztük egyébként, meg kíváncsi vagyok, hogy ő mit mondana, ő maga mit mondana erre, vagy az sem biztos, hogy szeretne válogatott lenni, mert ugye nem tudom, hogy jobban van Elek Gáborra egyébként, de nem tippennék arra, hogy igen. Én meg azt gondolom, hogy egy 25-ös bőkeretbe beférne. Abba biztos, de szűkebb. De ez szűkebb. Igen, egyetértünk. Tehát szerintem rögtön utána ő jönne, akiket itt látunk. De egyébként igen, az van szerintem, amit Zoli mond, hogy azért Elek Gáborral meg ezzel a szakmistával, tehát szerintem ő szóba se kerül reálisan így jelenleg. Igen, volt ott valami Ferencváros és Anna ellentét, amit azóta se tudtunk kitalálni, hogy mi lehet, hogy miért fújolta őt a közönség annak idején. Ez mai napig egy örök titok marad. Megkérdeztem több fradista ismerésemet, és ők nem tudnak egyébként ilyenfajta ellentétről, de mégis történt ilyesmi, úgyhogy ez olyan úgyhogy érdekes. Kedves hallgatók, ha marad neki, kedves hallgatók, ha erről van információ, kommentbe szívesen látjuk. Abszolút, igen. Hát, ha mai napon ez is kiderül. Barátlövőben pedig Háfra Noémi, Szőlősi Szácsi Szandra került be a bőkeretbe, itt azt gondolom olyan sok kérdés nincsen.
Reméljük, hogy nincs el, ugye. Itt egészségügyi kérdések vannak, Zoli, igen. Szerintem is amúgy, tehát az Ádrik Szandra sérülése elméletileg már most rendben van, ha jók az információm, tehát a papíron, ugye 2-3 hét, és az olimpia azért még nem itt van, szóval én is úgy gondolom, hogy az ő személye, tehát ő ott lesz, szépen kijöttem ebből a mondatból. Ez nagyon szép, igen, ez egy nyelvújtás. Igen. Ugye? Csak nézem itt a papíromat, és hát Háfra a Noémi, aki szerintem szintén ott a helye. Ugye őt is sokan kritizálják, ugye, főleg a klubváltás miatt, de szerintem pont úgy, mint az EB-n, szerintem Zácsi cseréje lesz egyébként, illetve azért azt hozzátenném, hogy ő is tud jobb oldalon játszani, illetve szokott is jobb oldalon játszani, míg nálam Tomor is úgy van, hogy ő meg tud bal oldalon is játszani, szóval ugye ez fontos is, amit a Tibi mondott, és az ő megfontolás alapján, hogy kevesebb szélsőt visz, hogy itt a belső posztokon dőlnek le a nagy dolgok. Természetesen nem azt mondom ezzel, hogy a szélsők tök feleslegesek, de azért ott milyen védekezés, támadás is van, ugye komoly védekezés és komoly támadás, itt azért jobban kell rotálni a csapatot, de úgy gondolom, hogy a Háfra Zácsik páros szerintem fix, és nem tudom, hogy van-e valaki, akit hiányoltok onnan, aki esetleg, de nem tudok olyan nagy balátlövő reménységekről, akik most mindenféleképpen ott a helyük. Forma alapján, úgyhogy szerintem ez rendben van. Szerintem is teljesen. Igen, szerintem Háfra az Ácsik páros az egyértelmű. Nem mondom az őszintét, hogy a Szandra egy óriási fényt hozott ebbe a válogatottba. Fényt hozott az éjszakába, hogy úgy mondjam, amikor már kvázi majdnem mindenki lemondott róla, visszajött, és olyan brilliáns teljesítményt hozott, akár ezen a selejtező tornán is, amikor végül is kivívtuk a részvételt, illetve decemberben is nagyon jó emlékeink vannak az ő szerepeltetéséről. Igen, Az a vélemény egyértelmű, hogy első számúként kellene rá számítanunk. Noéminak meg nagyon-nagyon jó lenne, hogyha az ő általa vitt játékperceket a fejlődésre tudná használni, és azt a Noémit kapnánk vissza, amit úgy várunk egy éve mondjuk. Egyébként annyit én azért még hozzátennék, hogy persze Hását sokan kritizálják, de azért ha megnéztétek az elmúlt hónapokban, azért javult az ő teljesítménye. Nyilván nincs még azon a szinten, ahol mondjuk tartott másfél meg két évvel ezelőtt, ugye nagyon köszönöm, hogy egy ilyen fiatal játékos, mert tényleg így van. Ahogy beroppant, igen, ahogy All-Star volt, egy király pozícióban, ugye? Igen. Ez nem így van, tehát, hogy, de azért érezhetően javul a teljesítménye, de akkor tovább is mehetünk egy érdekesebb pozícióval, ugye a beállók posztjával. Itt ugye Hellenbay Fanny, Kisfaludy Anett és Lódi Zé Petra került be a keretbe, valamint ugye az újonc Bordás Réka. Na most hát én itt talán a népszerűtlen véleményt tudom képviselni, vagy a kevésbé mainstream-et, de nálam például Bordás Réka keretben lenne, akár Tóvízi vagy Hellenbayval összevetésben is. Kisfaludy kerettagsága szerintem nem kérdés, annak ellenére, hogy szerintem ő a négyői közül a leggyengébb játékos, de azért ő élethetően otthon a válogatott elképzelésében, hogy így finoman fogalmazott. Szóval szerintem Bordás Réka nagyon stabil teljesítményt nyújt elő a hátul a Debrecenből, úgyhogy én neki mindenképp bizalmat szavaznék, és azt is gondolom, hogy három beálló mindenképp kell. Itt szépen össze fogunk mordulni, szerintem. Nálam Kisfaludy nincs benne a legjobb négy beállós között sem Magyarországon, de a legjobb kettőben semmiféleképpen most. Nálam egyébként azért menne Hellenbay és Tóvízi, mert ők azért már dolgoztak ezzel a válogatottal komolyabb szinten is, többször is, és bár Bordás Réka teljesítménye valóban megsüvegelendő, még szerintem majd a következő időszakban fog fontosabb szerepet kapni. Szóval pontos azért, mert a keretet ismerve Hellenbay és Tóvízi ugye hármas is védekeztek, igazából egymást váltották az utóbbi időben. Szóval én úgy gondolom, hogy én kettő beállósra mennék, és ők kettő lennének azok. Most nálam Kisfaludy nem fér be, pedig biztos, hogy benni fog egyébként, hogy ez mennyire jó, ugye megnéztük a nyilvánvalóan beállós játékos teljesítményét, nem csak gólokban mérjük, de hát itt a gólok összevetésében is óriási a szakadék egyébként. Úgyhogy nálam két beálló menne, szerintem elég egyébként, főleg, hogy egymást is váltják szerintem ilyen szempontból, úgyhogy nálam két beálló menne, Hellenbay Tóvízi.
Én itt voltam nagyon nagy bajban, hogy beálló és irányítónál hol tudok vinni hármat, és hol tudok vinni kettőt. A beállósok mellett szól, hogy ők a védekezésben kulcsfontosságú szerepet kell, hogy játszanak. Irányító pozícióban pedig azért kellene három, mert ott azért előfordulhat, hogy valakinek éppen nem jó, azon a napon nem jön jól ki a passz, nem jön jól ki a forma. És mégis az a döntés született, mivel hogy az előző posztokon már középső védőket hagytam, mert hogy a beállósból viszek kettőt, és én bizony a Kisfaludi Tóvízi kettősre fogok szavazni. Kisfaludi mellett egyébként neked milyen érvet szól, vagy csak az, ami nekünk, hogy tudjuk, hogy a úr is ott lesz, tehát hogy... Az én érvem a egyes egyedül az, hogy ismeri a csapat nagyon nagy részét, és azért ő nem futott idén rossz szezont, én azt gondolom. Az eredmények magukért beszélnek. Tóvízi Petrának a játéka pedig nekem már két éve egy olyan dolog, ami én azt gondolom előremutató lehet, de most már ki kellene jönnie annak a sok munkának, amit ő ott Debrecenben elvégzett. Abszolút. Ugye ő egy jövő, ő abszolút a jövő reménysége, én azt gondolom. Helenbay Fanni lett volna nekem a harmadik jelöltem, de mivel egy irányítóból fog hármat vinni, ezért ő nekem fájó szívet ki kell, hogy maradjon. Pedig az ő teljesítménye többször jobb volt, mint Petráé az elmúlt időszakban, ezt tegyük hozzá. Bordásékával nem csak annyi, hogy Bordásékával miért nem számoltok, de lehet, hogy én néztem túl sok Debrecen meccset az utóbbi időszakban, de neked tényleg nagyon meggyőző volt a játék, azzal együtt, hogy... Most többet néztél, mint én. Azzal azt együtt, hogy én nem sok Debrecen meccset láttam mostanában, láttam egyet-kettőt, de azért olyan szinten valószínűleg nem követtem, mint te, szóval lehet, hogy ha többet láttam, akkor én is Bordásék a fenn lennék. Azzal együtt, hogy újjak, én sem vinnék. Igen. Tehát, hogy ugye... Egyetlen hátrány, hogy olimpián nem biztos, hogy feltétlenül újoncokat próbálnék kipróbálni. Egyébként a legfontosabb kérdésem Tibihez így most, hogy én úgy gondolom, hogy ugye Kluibert, azt mondtuk, hogy jobb szélre, de én azért úgy gondolom, hogy a balátlöv és az irányító poszt között nincs akkora különbség szerintem, mint az átlöv és a szél között. Szóval én úgy gondolom, hogy irányítóból én nem azért nem vinnék egyébként hármat, mert ott azért Háfranoim is el tud játszani szerintem, Zácsák Szandra is el tud játszani, Tomorizs is el tud játszani irányítóból, hogyha úgy hoz a sos, és szerintem akkora különbség nincs poszt-specifikusságát tekintve, mint szerintem egy jobb átlöv, jobb szélső tekintetében, melyik ugye azért mozgás kultúrában is azért egy más jellegű feladatvégrehajtást igényel. Szóval én szerintem nem mondom a döntésem hátterét. Én kettőt viszek, de ha már a te logikát nézem, akkor inkább három beállót vinnék és két irányítót. Elmondom, hogy miért tenném én ezt. Ugyanis, ha megnézitek, Kovacsicsra és a Zitánra, egészen biztosan támadás és védekezés is fog egy időben. Tehát valószínűleg ezen a pozíció mi nem fogunk cserélni. Ez azt jelenti, hogy a mérkőzések 45-50. Percében lehet, hogy már kevés lesz a levegő az agyban, kellettük kevés lesz a jó döntéshez a megfelelő oxigén, és én azt gondolom, hogy a money time-ban elképzelhető, hogy egy friss beállós, friss irányító nagyon-nagyon jó hatással tud lenni a válogatottra. Igen, meg egyébként ugye Vámos Petra... Vagy rutinos. Igen, tehát ugye itt Vámos ugye, Petra... Ott, abban, hogy egyetértünk, hogyha visszük Anikót és visszük a Zitát, akkor ők egészen biztosan úgy töltenek fönt pályán, hogy támadnak, védekeznek. Persze. Mind a ketten. Persze. Tehát velük így számolunk. Ezért is gondolnám azt, hogy ott kell a harmadik, aki frissebb lehet bármikor is. Még a beállós pozícióból elképzelhető, hogy mivel ott van a Tomori Zsuzsi, aki meg levédekezi a hármast, tudsz tartalékolni jobban a beállósokkal. Erővel. Igen, ugye a irányítóban... Ugye... Ez a logika az enyém mögött egyébként, nem más. Ezt még konkrétan nem mondtuk el, de ugye irányítóban Vámos Petra a harmadik jelölt a keretben, és egyébként én benne is óriási potenciált látok támadásban, és egyébként védekezésben is, tehát mintaszerűen védekezi a kettes. Én úgy szerintem kettes pozíció is egész jól nyomja. Igen. Nálam is úgy, egyébként pár hónap előtt nem mondtam volna, de Szücsánszki Zita
személye és teljesítmény abszolút szerintem jogosi, feljogosi gyarul ott legyen, és szerintem hogy itt lehet itt hallani rossz indultú pletykákat, nyilván, hogy persze, mert Tele Gábor felesége, de nem azért van ott, hanem azért, mert ő az egyik legjobb formában lévő irányító, és szerintem az ő rutinja az abszolút, ha nem is aranyat érhet, de talán pontokat. Pulcsfigura volt a Fradi aranyában az Ita. Igen. Pulcsfigura volt. Nagyon fontos gólokat lőtt. Egyébként főleg a debreceni meccs volt ugye az egyik legjobbja szerintem most ebben a szezonban. Úgyhogy nálam ő ott van egy elsősorban, és ugye, hát a fontos kérdés ugye, hogy Vámos vagy, mert nálam csak két irányító van, pontosan abból kifolyólag, hogy többen is tudnak esetleg irányítót játszani. Úgyhogy Kovacsics és Vámos, attól függ ugye, hogy milyen állapotban a sérülése, azért Kovács a tudása ott van. És ne felejtsétek el, hogy miért kell nekem három irányító, hogy a bal oldalon kavart is űrt, azt én ott voltam, hogyha úgy adódik. Ez is jó ötlet egyébként, abszolút. Még annyit akartam az Olihoz hozzátenni, hogy ehhez azért, hogyha valaki tényleg ezt mondja, hogy Szucsánszki Zita most azért került be, mert a Gyere Gábor párja, ez ehhez azért tényleg iszonyatosan rossz indulatnak kell lenni, tehát azért, hogy látta az Izit az elmúlt fél évben játszani, ez nem hiszem, hogy ilyen véleményt megfogalmaz, mert fantasztikusan jó formában rendült az utóbbi időszakban. Egyébként srácok viszont... Szakmailag abszolút megalapozott az ott levése, így fogalmazok szépen. Szóval én abszolút ott. És ugye hát a legszívesebben három irányított vinnék egyébként, mert Vámos is abszolút megérdemelni, de én ott húztam meg ezt a bizonyos nadrágszíjat, hogy szerintem vannak játékosok, akik pár percre, 5-10 percre akár tudnak irányított játszani, hiszen a játékelemekből kifolyólag úgyis mindegyik jobb átlövés, mindegyik bal átlövés lesz irányítóban egyébként, tehát nyilvánvalóan nem egy idegen pozícióról beszélünk, úgyhogy nálam Szucsánszki helye abszolút nem kérdéses, és akkor Anikó sérülése kapcsán, ugye én most nem a nem mellett lennék egyébként, de nem tudjuk, hogy van a folyamat, úgyhogy ha egészséges, akkor viszont nem kérdés, hogy legyen ott. Viszont kérdeznék tőletek, nagyon-nagyon rizgálja valami a begyemet, és hát, hogy ti tudtok nekem ebben segíteni. Nem ez lenne az az olimpia, ahol elvileg érdemes volna megfontolni ennek a keretnek a legalább két fővel való emelését egy ilyen időszak után? Ugye számos sportágban ezt meglépték, és amikor mi itt hárman mondjuk azt, hogy játékból megpróbálunk 14 plusz 1 használható keretet erre az 5 egymás utáni mérkőzésre és még esetleg a végjátékra összerakni, úgyhogy az ne legyen kimerítő a két naponta való játékba, és mindenki próbáljon meg megfelelő regenerációhoz jutni. Én szerintem ez a fajta lebonyolítás, ez a fajta keretrendezés, én azt gondolom, hogy idővel a játékosok testépségét fogja veszélyeztetni, egészségét pontosabban. Abszolút, meg főleg egy ilyen szezon után, amikor két-három naponta jöttek a meccsek amúgy is, meg tömbösítve kellett játszani, meg a Vipers-en lehetett ugye azt olvasni, hogy ha nem akarok hülyeséget mondani, de valami 60 napot töltöttek a szezon során karanténban. Tehát ezek mind olyan körülmények, amik nagyon-nagyon rosszat tesznek a játékosok regenerációjának, tehát valószínűleg rengeteg játékos amúgy is, hogyha ugye lehet követni bizonyos szoftverekkel az izomzatnak az állapotát, egészen biztos vagyok benne, hogy csomó játékos a sérülésnek a határán fog játszani így is. Úgyhogy abszolút egyetértek veled abban, hogy itt lehetett igen, volna. Ne legyen igazán természetesen, de úgy gondolom, hogy sokkal több sérülés lesz ez az olimpián, mint szokott lenni, tehát általában én ebben sajnos biztos vagyok, és ugye csak úgymond imádkozhatunk, hogy a magyar játékosokat ne érintse, illetve azok a játékosokat, akik ugye a magyar csapatokban szerepelnek, de hozzátenném, hogy amit Tibi felvetett, nagyon jó ötlet, mert ez szerintem a sporták szembeköpése tulajdonképpen. Tehát azt, hogy 15 főt ki kell választani egy olyan szezon után, amit nem hiszem, hogy bárki közülük, akik ezeket a döntéseket hozzák, akár párat meg tudnak ebből csinálni, és itt van egy olyan covidos szezon, ugye, ahol játékosok hónapokat voltak edzés nélkül, és úgy tértek vissza, és így is kockáztatták biztos, hogy benne a testi épségüket, illetve minden mást, és én azt gondolom, ha most nem, akkor most mindenféleképpen fel kell felmenni ezt a lehetőséget, főleg azért, ugye, mert nem Közép-Európában lesz az olimpia, ugye, ahol nagyjából a legtöbb nemzethez jól megtalálja, meg oda tud utazni, hanem azért rengeteget kell utazni ráadásul, rengeteg mérkőzés lesz, és hát tényleg én úgy gondolom, hogy ez abszolút embertelen egyébként, embertelen körülmények
között kell ilyen szempontból játszani. Tehát én biztos vagyok benne, hogy ezt valaki megvizsgálja, hogy valaki ezt esetleg pár tíz évtizedek ezelőtt valaki azt mondja, hogy egy ilyen szezon után így kell játszani egy olimpiát, akkor valószínűleg körbe röhögik és elnézést kérnek, már pedig most ez lesz egyébként, és nagyon félek tőle, hogy rengeteg sérülés lesz pontosan amiatt, mert ugye olimpia van, az olimpia azért ez mégiscsak egy különleges valami, a csúcs úgymond, tehát lehet itt VB-t nyerni, meg EB-t, de az olimpia az mégiscsak más, és biztos vagyok benne, hogy az edzők is így gondolkodnak természetesen, hogy hát ez nem, nyilvánvalóan nem egy felkészülés, vagy hazai, mondjuk vannak olyan Európa-bajnokságok, amelyek ugye inkább a felkészülés szolgálják, hát itt egy olimpiáról beszélünk, ahol az élet a tét, ugye, és egyszerűen félő azt, hogy az edzésre tudják ezt jól meghatározni, én legalábbis így gondolom, ezt nem is lehet jól meghatározni, hogy kinek ki mennyit bír, ki mennyire terelhető, főleg azok a játékosok szintén, akik sérülésből érnek vissza, és azért reménykedünk benne, hogy ha olyan döntés jön, hogy Kovacsenikó megy, akkor az biztos, hogy biztos döntés kell, hogy legyen. Itt nem szabad, itt ez mégiscsak karrierekkel, illetve emberéletekkel, kis túlzása persze, emberéletekről van szó. Abszolút így van, és ez szerintem egyébként így keretbe is zárja ezt a beszélgetést. Nyilván az olimpia előtt jelentkezünk majd különböző esélylapolgatásokról is így. Azért ennyit előjáróban elmutatunk, hogy nagyon-nagyon nem lesz egyszerű a magyar válogatottnak a csoportja. A továbbításhoz is tényleg nem túlzás kijelenteni, hogy bravúrokra lesz talán szükség, de ennyire azért nem szabadjuk még előre, hiszen még előttük áll egy hosszú felkészülés mára. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!